Földrajz 7. osztály, a forró övezet éghajlatainak légköri jellemzői. Egy nyeremény játék győztese Afrikai utazás nyert. Mi jut erről eszedbe? Az egyiptomi piramisok karavánok nevéi? Vagy a nagy vadászatok szafarik? Esetleg a kárás, áltatolhatatlan esőerdők? Mit viszel magaddal, ha nyersz? Naptejet és szalmakalapot vagy esőkabátot? A trópusokon különböző éghajlatú területeket találunk. Előfordul meleg, párás, egyenlítői éghajlat, ahol minden nap esik az eső. Az egyenlítői éghajlaton a passzát szél felszálló légáramlaton uralkodik. Egyiptom térségében, Szaharában a passzát szélrendszer leszálló ága uralkodik, ott szinte sosem esik az eső. A következő kísérletben a fel- és leszálló légáramlatok körforgását fogjuk vizsgálni egy egyszerű kísérlet segítségével. Kísérlethez szükségünk van egy üvegkádra, vagy egy jó nagy főzőpohárra, valamint jó szám gombikra, amire meleg, festett vizet töltöttük. A jó szám gombikot zárjuk le dugó segítségével. A főzőpoharunkat töltsük meg hideg vízzel. Helyezzük bele a jógyszámgombikot. Ezek után távolítsuk el a dugót, és figyeljük meg, hogy a színezett víz hogyan viselkedik. A színezett víz szimbolizálja az egyenlítő térségében a felszálló légáramlatot. A felszálló légáramlatok mindennapos esélyt okoznak az egyenlítő közelében. A felemelkedő levegő azonban valahol visszajut a földfelszín közelébe, az a visszajutási pont a térítők környékén alakul ki, és ezért találunk ott sivatagot.